Egy győri cég készíti a CED beruházást, a CED kultúrplázát a fővárosban. Jó estét kívánok, köszöntöm a Győr Plusz Televízió kedves nézőit, ez vadonatúj háttérműsorunk a konkrét. Nem tudom, hogy hallottak-e már erről a CED beruházásról, most egy picit többet tudunk majd meg a következő 10 percben erről. Két segítségünk lesz ebben, Mennyhárt László ügyvezető úr, a VHB építő Kft. Részéről. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. És Kanász István főépítés vezető. Jó estét kívánok, köszöntöm az urakat, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Kezdjük talán tényleg az alapoknál, mi is pontosan ez a CED, mert hogy én sem sokat tudok róla, az átlag győri nézők meg valószínűleg nagyon-nagyon keveset. Egy egyedülálló beruházás, egy nagyon nagy kihívás a VHB számára. Hogy került kapcsolatba ez a fejlesztés magával a VHB-val? Hát magával a VHB-val 2009-ben került kapcsolatba. Gyakorlatilag egy versenytárgyalásnak az eredményeképpen kapta meg a cégünk a megbízást, konzorciumban a Westhungaria-Bau Kft-vel, és a 2009. februárjában lett aláírva a szerződés, és gyakorlatilag volt egy két éves időszak, ami alatt az épületet nekünk el kellett készíteni. Miről szólt ez a pályázati kiírás? Tehát mi az, amit önöknek meg kellett valósítaniuk? Mert ugye az épület maga kész, de erre majd a későbbiekben kitérünk. Tehát miről szólt ez a pályázat, mit kellett megvalósítani? Hát egy olyan létesítményt, ami Európában is ritka létesítmény, hiszen maga a formája is egy formabontó létesítmény. Ugye benn van a nevében is, hogy CET, tehát egy bálna alakú épület, ami a régi közraktárak helyén készült Budapesten, és maga az épület acélszerkezetből, üvegfelületekből áll, és a meglévő raktáraknak a felújításából. Én kultúrplázának apostrofáltam itt az elején, valóban egy kultúrpláza? Tehát hogy kell ezt elképzelni? Mi az, ami ebben majd megvalósul, hiszen most per pillanat a bérlők egy része vagy nagy része elment, de majd lesznek újak. Tehát miről szól maga a funkciója? Hát a funkciója arról szól, hogy gyakorlatilag a pincerészben ott egy ilyen gasztrópiac jellegű funkciót töltötték meg az épületet. Magán az épület környéke az adottságainál fogva ki lehet ülni a Dunapartra az embereknek, kávézók, tehát nincs is ilyen Budapesten még egy, ahol így ilyen szinten ki lehetne ülni a Dunának a partjára. És ugye amikor pedig az idő olyan, akkor magá a CET-nek a belső életében folyik, mind a Jónás és a CET története gyakorlatilag, és ott benn zajlik az élet. Ott a belső részekben éttermek kaptak helyet, meg nyilván boltok, illetve van egy nagy kulturális tér, amiben koncertek, rendezvények lehetnek. Az egyébként kiderült, hogy mi az, amivel nyert a VHB? Tehát mivel voltak önök jobbak, amikor pályázni kellett? Gondolom, sokan szerették volna megvalósítani ezt az egyedülálló CET-et. Igen, hát volt egy előminősítő pályázat, azon kellett megfelelni a cégünknek, illetve hát nyilván ár kérdés is, tehát mi tudtunk olyat adni árat a beruházónak, olyan szerződéses feltételeket, amelyekkel meg lehetett nyerni ezt az épületet. Építésvezető úr, vagy főépítésvezető úr, elnézést, hogy lealacsonyítottam. Mennyire volt ez kihívás az önök számára? Gondolom sokfelé sok mindent építettek már, hát ilyen kultúrplázát talán még nem, mert hogy ilyen még nem volt nagyon Európában. Mekkora kihívás volt az önök számára? Elég nagy kihívás volt, tekintve, hogy egyedülálló Magyarországon ez a szerkezet. Ilyen jellegű acélszerkezetet Európában néhány helyen építettek még, az úgynevezett trianguláris rendszer. Maga az építészeti stílus non-standard építészeti stílusnak nevezik, az európai művelője Karl Osterhuis. A probléma az iszonyatos acélmennyiségekből, illetve rengeteg csomópontból adódott. Ezen nagyon sok tervező mérnök dolgozott, több mint 50 mérnök munkájából állt össze maga a terv. A kivitelezésnél pedig ugye meg kellett küzdeni az időjárási körülményekkel és a szerkezeti távolságokkal, azoknak a beemelésével. Összességében több mint 800 tonna acélt használtunk fel, az üveg és panelfelületek 7000 négyzetmétert közelítik, 1200 teljesen egyedi csomópontot kellett összerakni, mindegy ilyen csomópont több mint 10 elemből, alkatrészből áll, különböző szögekben, különböző anyagvastagságokkal, tehát elég nagy kihívás volt ezt leorganizálni, illetve kivitelezni. Főépítésvezető úr, azt ugye tudjuk, hogy ez nem egy szűz terület volt, hanem itt raktár terület volt, raktár átrakodó, hajó átrakodó volt. Mi az, amit esetleg el kellett bontani, hogy elkezdhessék az építkezést? Egyáltalán mennyire kellett a nulláról, vagy akár a mínuszról kezdeni?
125 évvel ezelőtt itt 4 100 méteres raktárépület volt, ebből az egyik a világháború alatt bombatalálatot szenvedett és megsemmisült, a másik 3 pedig olyan mértékben került átalakításra, hogy 2-ből 20-20 métert le kellett csípni, a harmadikból pedig 80 métert. Ezek közé épült be az új acélszerkezet, illetve a méglázsokat is tartalmazó vasbetonszerkezet. Ilyenkor egyébként bontani nehezebb, mint építeni? Mondjuk egy építészeti vállalkozásnak a bontás az mennyire nyűg? Az mindig hozhat olyan problémákat, amikre előre nem tudunk számolni, nem ismerve a régen beépült szerkezeteket, azok minőségét, állékonyságát, igen. Ilyenkor előfordult olyan is esetleg, hogy bombát találtak, mert hogy Pesten szoktak ilyet találni hidak alatt, meg rakpartokon, ilyen nem zavarta a munkájukat? A mélyépítés során folyamatos tűzszerészeti felügyelet volt, illetve későbbiek során bontásnál találtunk a padláson néhány lövedéket, de szerencsére megúsztuk mindenféle ilyen probléma nélkül. Na, akkor egy picit érjük le ezt az épületet, hogy hogyan is épül fel, ugye van itt mélygarázs, aztán fölötte üzlethelyiségek, tehát hogy nagyjából hogy néz ki, hogyha egy térképet szeretnénk vetíteni mondjuk a nézők elé. Az épület a két régi közraktári épület közé húzott új acélszerkezettel lefedett úgymond bálnatestből áll, valamint a bálna orrán, a rossz kifejezés ugyan, készült egy háromszintes mélygarázs, ami mínusz 12 méterrel a Duna szintje alatt van. Jellemzően a legalsó szinten a gépészeti helyiségek kaptak teret, a másik két szintet garázsokkal töltötték ki, illetve itt készült el egy térszíni fedés, ami a Duna melletti rendezvények ragyogó helyszíne lehet. Bocsánat. Semmi gond. Nem csak megkérdezni akartam megint, hogy ugye nagyjából 2 év kellett az építkezéshez, most már elkészültek. Ugye ilyenkor mi van, amikor elkészültek, de aztán mégsem lehet átadni az épületet? Ilyenkor mi történik? Ilyenkor önök mit csinálnak? 2010. decemberre óta 2 éves folyamatos ellenőrző karbantartásokat végzünk az épületen. Sajnos volt olyan is, hogy az épület áramellátása megszűnt, szolgáltatói szerződés hiányában, így az összes vizes rendszert le kellett üríteni, ezeknek az újbóli feltöltése, illetve a rendszerek beüzemelése, indítása éppen most folyik. Tekintettel arra, hogy a főváros szeretné megnyitni december közepén mind a két szint mélygarázst, illetve a Dunai sétányt, rendezvénytereket. Ilyenkor egyébként, amikor maga az épület elkészült, de nem vette át a megrendelő, akkor ezeket a pénzeket önök költik még? Tehát az állagmegóvás ilyenkor a kivitelezőnek a zsebében nyúló probléma? Sajnos mindaddig, amíg a főváros ezt nem vette át, addig, ami költségünk volt, 2012. júliusában került újra a főváros birtokába az épület. Mi volt ebben a probléma? Tehát nem akarok én itt most belemenni a vitákba a fővárossal, meg a fővárosi önkormányzattal, de mi volt vele a problémájuk? Tehát miért nem került ez átvételre, és miért kellett, hogy sajnos elmenjenek az addig már nagyjából meglévő bérlők? Alapvetően a probléma az a főváros részéről az volt, hogy ez egy ilyen PPP konstrukcióban készülő épület volt, és gyakorlatilag a főváros előnytelennek tartotta azt a szerződést, amit a főváros kötött előző időszakban a fejlesztővel, és ugye ezért igazából ez miatt állt meg ennek az épületnek a átadási folyamata, és ennek a körülményeit kívánta tisztázni. De most átlendültünk ezen a holdponton. Ez konkrétan mit jelent, hogy átlendültünk? Tehát most újra beindult a folyamat, és akkor most mi történik? Hát igen, annyi, hogy újra gyakorlatilag a főváros tevékenyen részt vesz most már ugye a megnyitásában. Minket, mint kivitelezőket gyakorlatilag egy szerződés alapján kifizetnek. Nyilván a garanciális kötelezettségeinket alul nem fogunk mentesülni, azokat nyilván továbbra is fenn kell tartanunk, és így gyakorlatilag most a beüzemelés folyik az épületnél, újra feltölteni a rendszereket, újra indítani a gépeket, és ezt amire tervezett funkció volt, az gyakorlatilag visszaállítani. Arról önök egyébként mennyit tudnak, ugye elvileg már egyszer megvolt a bérlői kör, ők nagyjából el is mentek, hogy az új bérlőket, azokat hogyan sikerül ilyenkor toborozni? Hát az épület ugyanolyan jó volt akkor is, meg most is, tehát abban semmi nem változott, önök tökéletesen elvégezték a munkájukat, de hát mégis az első bérlők elmentek, hogy jönnek a következők? Igen, hát ez egy nehéz kérdés, ugye, pláne a mostani gazdasági helyzetben. Hát úgy gondolom, hogy mindent meg fog tenni a főváros azért, hogy tartalommal töltse meg ezt az épületet. Biztos, hogy nem egyszerű a folyamat, meg rögös az út. Úgyhogy ez miatt ugye nehezen behatárolható az is, hogy talán mikor fog úgy ténylegesen megnyitni. Nyilván egy bizonyos töltöttségi százaléknál azért meg fogják nyitni az épületet a nagy közönség számára.
Egy picit térjünk vissza az önök szakmájához, illetve Kanász úr szakmájához, mert mégiscsak főépítésvezető. Mennyire, ugye ezt beszéltünk róla, hogy mennyire volt ez nagy kihívás. Ez egy teljesen új dolog itt Európában? Tehát ilyen alkatú, ilyen funkcióépület, ilyen összetételben nem készült soha? Igen, tekintve, hogy a régi és az új épület összeépítésével ezt a fajta trianguláris vászszerkezetet még sehol nem építették, nem csak Európában, azt hiszem a világon se, és ezzel a módszerrel, ezzel a rendszerrel, amivel mi dolgoztunk, abszolút egyedülálló. Tudni kell azért, hogy egy több mint 50 mérnök, tervezőmérnök munkájából állt össze, minden egyes kis csomópontot részletesen kellett megtervezni, több mint 7000 négyzetméter üveg és panelfelülettel, 1200 csomóponttal, csomópontonként több mint 10 egyedi alkatrésszel, egyedi szögekben, tehát semmi nem volt azonos, nem sablonozható volt, ez az úgynevezett non-standard építészetnek a jelentősége. Épült egy kiváló cethal, úgy mondhatjuk nyugodtan, Európában nincsen pár ilyenkor, az várható, hogy ezek után mondjuk a VHB-t megkeresik bárhonnan a kontinensről, hogy ők is egy ilyet szeretnének, tehát most már úgy állnak, hogy állnak a kihívás elé? Szeretnénk ilyenekkel foglalkozni, tehát nagyon érdekes feladat volt. Azt még el kell mondjam, hogy maga a fejlesztés, a beruházó nívódíjat kapott a legigényesebb magyarországi projektfejlesztésért 2009-ben, és utána pedig a hőszivattyús rendszerek kivitelezéséért a gépészalvállalkozó nívódíjat kapott, valamint a belső építészet is kapott egy nívódíjat. Tehát ez jelzi az épület megfelelő és jó minőségét. Túl azon, hogy ilyen szép épület, azt hiszem ezekből a fotókból is kiderül, nincs még Magyarországon. Uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, megnézzük, ígérem én is egyszer megnézem ezt az épületet, meg ajánljuk mindenkinek Magyarországon. Köszönöm, hogy itt voltak, és csak azt tudom kívánni, hogy minél előbb megteljenek bérlővel ezek az épületek. Köszönöm, hogy itt voltak. Kedves nézőink, ez volt mára a Konkrét, tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra.